Erdőváros meséi, Bobkalandja. Írta Diószegi Judi. Illusztrálta Kálai Zsófia. Szeret, nem szeret. Bob és testvérei hamar megszokták, hogy napközben óvodába járnak. Mancs bácsi és Ajsa óvónéni izgalmas programokat szerveztek számukra, és sokat segítettek abban, hogy jól érezzék magukat. Közeledett Mancs bácsi születésnapja, ezért a lányok Tommal együtt titokban süti sütést szerveztek. A többieknek pedig az ünnepelt figyelmét kellett elvonniuk, hogy a meglepetés időben elkészülhessen. Bob és Titi vállalta a feladatot, azzal az indokkal csalták el Mancsot a közeli patakhoz, hogy tanítsa meg nekik, hogyan lehet a vízben nyomokat keresni. Nózi és Dia Ajsa néni körül serénkedett. Lemérték a hozzávalókat, kikészítettek minden eszközt, és lelkesen dolgoztak az óvónő keze alá. Tom beszállt a gyúrásba, a lányok keverték a krémet. Jó hangulatban telt a délelőtt. Beszélgettek, nevetkéltek. Ha éppen nem akadt dolguk, Nózi és Dia félrevonult a többiektől, és lázasan sugdolózott. Láthatóan valami nagyon izgatta őket. Ajsa néni is észrevette ezt, és rákérdezett, mi az a nagy titok, amit nem hallhatnak a többiek. Hát, sütötte le a szemét a két barátnő. Honnan tudhatjuk, ha egy lány tetszik egy fiúnak? kérdezték mindketten nevetgélve. Ajsa elmosolyodott. Fogos kérdés, ti mit csináltok, ha tetszik nektek valaki? Oda figyelek rá, a közelében akarok lenni, vágta rá Dia. Ó, én rá sem merek nézni, messze elkerülöm, szégyenlősködött Nózi. Dia tovább Ha egy fiú megráncigálja egy lány azt jelenti, hogy kedveli, mint a múlt héten, amikor Bundi meghúzta Nózi fülét. Az óvónő elgondolkodva válaszolt. Nehéz eldönteni, hogy kinél mit jelent, ha piszkálja a másikat. Csak azt tudom, hogy a szeretetünket nem így mutatjuk ki. Azt tanácsolom, ti se helyeseljétek, ha valaki így viselkedik. Tom közbevágott. Á, de hogy tetszik neki? Biztosan csak szórakozni akart. Ajsa néni ránézett. „De mit tettél, amikor láttad, hogy a hugott fülét meghúzzák? kérdezte. Semmit. Nózi meg tudja védeni magát, rá azonnal Tom. Azt hittem, hogy te olyan fiú vagy, akire számíthat a testvére szólalt meg Dia csalódottan. Nagyon tetszett neki Tom, de az egyáltalán nem, amit válaszolt. Tom zavarba jött. Igazából odamentem volna, csak azt hittem, nincs rá szüksége Nózinak. Mondj bácsival, meg is beszéltük, milyenkor a teendő. Ajsa néni kedvesen nézett rá, de jó, hogy nem az jutott eszedbe, hogy bánst bundit. Tudod, hogy az erőszak nem megoldás. Ha valamiben nem értetek egyet, próbáljatok meg szót érteni egymással. Egy őszinte beszélgetés csodákra képes. Día rámosolygottomra. Melyik legyen a te sütid? Szívesen feldíszítem. A sütik gyönyörűre sikerültek. A társaság vidáman várta a nyomkeresőket. Aztán végre kezdetét vette a szülinapi buli. Énekeltek, táncoltak, mókáztak egész délután. Bob és Titi elmesélte, hogyan füröttek a patakban, és mit tanultak Mancs bácsitól. Nózi meg Dia tündértáncot lejtett az ünnepeltiszteletére. Ajsa néni kitározott, és elénekelte Mancs kedvenc talát. Tom összefogott a többi fiúval, és a rendhagyó lovagi tornát szervezett a szülinapos szórakoztatására. A műsor nagy sikert aratott, mindannyian önfeledten szórakoztak. A nap végén Tangó és Lara együtt mentek a gyerekekért, és hazafelé örömmel hallgatták a jókedvű élménybeszámolót. Csemetéik egymás szavába vágva meséltek, és Tomtól azt is megtudták, hogy Diának nagyon szép a mosolya.